és bizony az első harmadot leszámítva az olasz válogatott parádésan védekezett. Tehát ez volt az első góljuk még az olaszoknak, és gyakorlatilag a koreaiak szinte csak, ahogy néztem, emberelőnyben tudtak veszélyeztetni. Nagyon gyengén is védekeztek, és mivel ellenünk ők nyitó meccset játszottak, igaz, nekünk már a második meccsünk volt, azért szerintem ott egy kicsit jobban haraptak, így aztán nekik is tisztázódott a helyzetük, hogy a holland és a spanyol csapatból kell valamelyiket minél jobban elkapni. Hát ma elkapták ugye a hollandokat 6-3-ra, bár 2-2 is volt az állás. De szerintem az olaszok itt azért már kezdtek egyre inkább felfokozott állapotba kerülni, és ők is a szombati találkozóra készülnek. Nézd meg, itt 5-en állnak a fehérek, és kiszerzi meg a kipattanót, persze, hogy az az egy olasz. 5 fehér mezes között lövi a gólt, és nagyon jól védett a koreai kapus. Sima 6-0. Tehát ugye ennek a találkozónak a vége, tehát valóban a holnapi találkozó lesz majd a döntő.